Köszöntöm Önöket! A Szabária Tendency Art Group Művészeti és Kulturális Egyesület Szombathely múltja, jelene és jövőképe a kultúra tükrében művészek a polgári társadalom erősítésért projekt részeként. Ma a reprezentatív arckép csarnok egy következő epizódjával jelentkezünk, méghozzá innen Szombathelyről, a Megyeháza dísztermében. Mai témánk Éhen Gyula lesz, akiről beszélgettünk már, de ma folytatni fogjuk a nagymúltú polgármester tevékenységéről való beszélgetést, és van természetesen vendégem is, de mielőtt a vendéget bemutatnám, elmondanám, hogy egy csodálatos portré előtt beszélgetünk itt a díszteremben, Szántó István festőművész alkotása Éhen Gyuláról. Lehet, hogy még nem is látták ezt a képet, úgyhogy érdemes lesz a beszélgetés alatt megcsodálni. Köszöntöm itt a Megyeháza dísztermében Kalocsai Péter urat, aki az ELTE Szabária Egyetemi Központ Történettudományi Intézetének tanszékvezetője és várostörténész. Vele fogunk a továbbiakban is Éhen Gyuláról beszélgetni. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is a beszélgetés valamennyi nézőjét. Köszönjük, hogy eljött. Mi már felvettünk egy beszélgetést Éhen Gyuláról, akkor érintettük a személyiségét, azokat a városvezetői tevékenységeit, projektjeit, amelyeket talán jó sokan ismernek a városban. De azt gondolom, hogy a közlekedésről, vagy éppen a bérlakásrendszerről még nem sokat hallhattunk, de szerintem kezdjünk egyszerre azzal a témával, ami nagyon sok esetben tévesen él a szombathelyi polgárok tudatában, a villamos üggyel, hogy az igaz, hogy a villamos megalapítását és az első gyönyörű sárga villamosunkat Éhen Gyulának köszönhetjük? Hát a mai szóhasználattal a villamos projekthez Éhen Gyulának nem volt köze. Ez az ő szerencséje, hogy 1895-ben, amikor polgármester lett, akkor már folyamatban volt a szombathelyi villamos vasút engedélyeztetése és megépítése, és tehát az ő polgármestersége idején átadták a szombathelyi villamos vasutat, de ez nem az ő érdeme. És mielőtt még itt a közlekedésbe belemennék, szeretném azt hangsúlyozni, hogy 1895-ben, miután ő polgármester lett, elkezdte a Nyugat-Európa és a USA városainak a fejlődését vizsgálni, és számos modern városokkal kapcsolatos írást jelentetett meg. 1897-ben jelent meg a Modern Város című műve, amely a magyar urbanisztikai szakirodalomnak a nyitányát jelentette. A városokról kétkötetes műben megjelent 1903-ban, a városi társadalomról is 1904-ben, és ezeknek a műveknek az a jelentősége, hogy Magyarországon először ő járta körbe, hogy a modern polgári kor igényeinek megfelelően hogyan kellene a városokat átalakítani, hogyan kellene a városi infrastruktúrát képíteni, ezen belül a közlekedésre is külön kitért, foglalkozott szertágazon számos területtel, tehát a lakásgondok, lakásviszonyok, közegészségügy, de még a gyermekvédelemhez is elment. Például Szombathely esetében vizsgált ezt a kérdéskört, és rámutatott arra, hogy az erőket teljesen szétforgácsolják, alapítványok, karitatív egyesületek próbálnak segíteni a árván maradt, vagy éppen elhagyott gyermekeken, és ő egy szociális intézményhálót szeretett volna itt helybe kiépíteni. Először volt az Árvaház, ami már ugye a Vármegye kezdeményezésére megépült még a polgármesterség előtt, és szeretett volna Lelencházat, Menhelyt építeni, aztán végül is nem városi beruházással, hanem állami beruházással, fejlesztése valósult meg a Szombathely gyermekmenhely, amelyben ma a Pelikán Hotel működik. És ezen kívül felismert azt is, hogy Szombathely lakosság növekedése nem tartott lépést a lakásviszonyok fejlődésével, és még ettől szükség lenne főleg a szegényebb sorsú városi polgárok számára lakhatást biztosítani, hogy méltó körülményekhez képes tudjanak lakni itt Szombathelyen, és hát ezzel kapcsolatosan is volt a koncepció, amit végül sikerült megvalósítani, mire majd a későbbiekben gondolom visszatérünk. Itt megjegyzésként annyit hadd mondjak, hogy a 20. század elején országosan a magyarországi munkásságnak csak a 6%-ának volt saját lakása vagy háza. Tehát nagyon kis százalékban, többnyire bérletekben, konyhai bérletekben nagyon zsúfoltan élt a réteg.
sokasága. Kezdhetünk egyébként ezzel a témával is, mert hogyha jól tudom, és hát az a terület, ahol ezek a beruházások és ezek az építkezések zajlottak, most már az ő nevét viselik, úgyhogy erről mindenképpen érdemes szerintem szót ejteni. Noha most már egyfajta kertvárosként él a városlakók tudatában, de ez óriási dolog volt, hogyha jól tudom, a tanulmányai alapján néztem meg, ezek ilyen 60 négyzetméteres, kétszobás, kiskerttel rendelkező házak voltak. Azért azt mindenképpen mondjuk el, hogy milyen feltételek mellett juthatott valaki ilyen házhoz, és hát, hogyha jól tudom, akkor egyfelől kötődni kellett a vasúthoz, a vasúti dolgozók kapták meg ezeket a lakásokat, vagy erről tévesek az információim? A vasúthoz fog majd kötődni, de előzményként annyit hadd mondjak, hogy amikor polgármesterként elkezdte a koncepcióját kidolgozni, hogy mely területeken kellene fejleszteni, mert már 1896-ban látta azt, hogy a munkáslakás kérdést meg kellene oldani Szombathelyen, és elsősorban olyan réteghez próbált nyúlni, akiknek állandó fix munkájuk volt, tehát például akik a vasútnál dolgoztak, azoknak a társadalmi rétegükhöz viszonyítva jó volt a keresetük, nyugdíjban részesülhettek, tehát így olyan alanyok voltak, akik érdekében célszerű volt beruházni, és hát már a Szombathelyen volt a vasúti járműjavító üzem, amely a Dunántúl egyik legnagyobb járműjavító üzeme volt, és a Szombathely három legnagyobb foglalkoztatójának egyike volt ez a cég, és nagyon sok szakmunkás érkezett Szombathelyre, akiknek a lakás problémáit meg kellett oldani. Ilyen irányú megkeresés volt Nádas Róberthez is, a járműjavító, MÁV járműjavító akkori vezetőjéhez, főmérnökéhez is, és Éhen Gyulához is, és Éhen Gyula végül is már 1896-ban, Nádas Róbert 1897. februárjában a sajtóban is közé tette, hogy a vasutasok lakáskérdését meg kellene oldani, és akkor kidolgoztak egy koncepciót, hogy létoznak egy konzorciumot, amely megelőlegezi a munkásházak megépítését, és akkor 15 évi törlesztéssel majd a vasutas családok tulajdonában mehetnek át azok a házak, amelyeket a vasút közelében építenek majd meg. Az koncepció az volt, hogy kétszobás házak legyenek, konyhával, melléképületekkel, egy kis kertel, hogy ott zöldségeket, bizonyos növényeket, gyümölcsöket tudjanak termelni. A házakat ilyen villaszerűen, Éhen Gyula így fogalmazta meg, akartam megépítetni, de zárcsorosan, hogy legyen a házak között légáramlat, egészségesebb legyen, tehát a közegészségügyi viszonyoknak jobban megfeleljen, és két-két házat így ikerházként összeépítve gondolt, és a telek határa közös kút forrását is javasolt. Tehát aztán először a mai Alkotás utcának a déli részén akarták ezt a tervet megvalósítani, de a 1873-ban megnyit már a Szövő utca, és nem sokkal utána a Sas utca is, de a Szövő utcától keletre lévő részre még nem volt városrendezési terv, és így a város nem adott kiengedélyt arra, hogy ezt a beruházást elkezdjék, és hát meg kellett várni, még a Bodányi Ödön vezette városi mérnök hivatal elkészítette a vasúton túli városrésznek a városrendezési és fejlesztési tervét. Hát ma talán sokaknak meglepő, hogy az Anatút északi oldalán családi házas övezetben gondolkodtak, és nagyon szép saktáblás, oktogonos tervet dolgoztak ki először. Aztán azoknak a birtokát, akiket megvásárolták volna Éhen Gyuláék, Kaffer Béla is érintett volt, meghalt, ezt akkor végül is ilyen birtokvásárlási, telekvásárlási gondokból adódóan az Alkotás utca északi oldalára került át a terv, és 1907-ben hagyta jóvá a város képviselőtestülete, és hát utána megindult a beruházás, és hát 1911-ben adták át az első házat. Hát közel 100 ház építését tervezték, de tudjuk, hogy 1914-ben megkezdődött az első világháború, számos nehézség adódott, és hát 68 ház készült el 1919-ig, és hát ezt mind vasutasok lakták, és 1950-es évekig nagyrészt azok is lakták ezt a városrészt, és hát ezen a városrészen meglepő volt számomra, hogy nagy tisztelet
alakult ki. Egyrészt Nádas Róbert iránt, aki a járműjavító vezetője volt, aki felvállalta ezt a szociális kérdésnek a megoldását, és Éhen Gyula iránt is. Egy másik téma Éhen Gyula szobrának a története, de a szociális rendszerben a Szombat egyik legjelentősebb polgármesterének, Éhen Gyulának a szobrát áthelyezték a vasúton túli városrészt, az Éhentelepre, és ott az Éhentelep lakói minden szentekor halottak napján mindig raktak ki mécseseket a szoborhoz, és mindig Éhen Gyula tiszteletére égettek ezt. Én gyerekfejjel láttam először, és hát ez a szokás ez továbbra is megvan, mert most a 2020-as évben is megtörtént. Tehát láttam. Az érdekesség, tehát hogy azt a városrészt, amit létrehoztak, ezt Éhen Gyuláról nevezték el, a főutcáját meg Nádas Róbertnek, aztán a szociálista rendszerben a Nádas Róbert utcából Alkotás utcára nevezték át, és szerintem a rendszerváltás után, amikor visszakapták az utcák korábbi, közterületek korábbi neveiket, megkockáztatom azt, hogy nem tudta a bizottság, hogy ki volt Nádas Róbert, és a környéken az egy utca nem kapta vissza a nevét, és úgy gondolták, hogy biztos, ami biztos, tehát nem tudjuk ki Nádas Róbert, akkor így mond nem lehet, hogyha az alkotás elnevezés marad. Beszéljünk majd még később, egy picit később a szoborról, mert a szobor története azon nagyon kalandos, én sem tudtam, hogy mi minden történt vele, ott fölmerül egy-két olyan közelmúltban, még szerintem sokan ismerhettünk olyan személyiségek neve is, akikről nem tudhatunk. Ami fontos és nagyon érdekes, hogy azt el tudjuk mondani mindazoknak, akik figyelik ezt a beszélgetést, hogy mit jelentett egy ilyen házhoz jutni. Tehát az a 15 év, az gyakorlatilag a mai hitelfelvételek szempontjából szerintem nem szokott vagy nem riasztó, viszont az, hogy ezek az emberek, ha jól tudom, 5 évet, vagy csak 2 kellett dolgozni a vasútnál ahhoz, hogy még nyugdíjhoz is juthassanak. Szóval ez egy szociális háló szempontjából, vagy a biztonság szempontjából ez egy nagy dolog volt egy akkori vasutasnak, vagy akár olyannak, aki később nem vasutasként jutott ilyen lakáshoz, házhoz. Hát nagy presztízs is jelentett ebben a rétegben, hogyha valaki el tudott a vasútnál helyezkedni, hiszen biztos állás volt, biztos jövedelem volt, 2 utána véglegesítették a vasútnál, akkor nyugdíjban is részesülhetett. Az egész beruházáskor lehetőség volt a Szombathely takarékpénztártól a vasutasoknak kölcsönt fölvenni, és akkor 1000 koronát befizetni, hogy megvették a telket, és mintegy 5000 korona értékben megépítették számukra házat, és 15 évig kellett ezt törleszteni, de a havi törlesztő részlet az alacsonyabb volt, mint egy lakás, bérlet, akár a belvárosban, akár a külvárosban, tehát annál jobban alacsonyabb volt, és így a saját tulajdonukra költöttek, és hát 15 év után az egész ingatlan az ő tulajdonukba ment át, tehát ez volt végül is a koncept. Ennek az érdekében létrehoztak egy konzorciumot, aminek tagja jogászok is voltak, Engel Samu és Kárpáti Kelemen is, aki jó barátja volt Éhen Gyulának, és többen voltak még benne. Az nagyon érdekes, mert az előző beszélgetésre muszáj mindig visszautalnom, mert biztos azt is sokan látták a figyelemek kísérőink közül, hogy gyakorlatilag Éhen Gyula annyira sok információval rendelkezett az emberek életvitelével kapcsolatban, hogy az ember legalább egy szociológustól elvárja. Azt én tudom, hogy újságíró is volt, tehát a kíváncsiság biztos, hogy része volt a személyiségének. Azt is megtanultuk már az előző beszélgetésből, hogy nagyon vehemens volt, nagyon szenvedélyes volt, de hogy ennyi mindenben ennyire járatos volt, ahhoz azért egy olyan támogató csapatnak kellett mögötte, mellette, körülötte állni. Az rendben van, hogy jó kapcsolatrendszere volt mondjuk egy ilyen egy vasútigazgatóval, vagy a járműjavító igazgatójával, hogy honnan szedte ezt a rengeteg információt, mert ezek a konstrukciók mind azt mutatják, hogy olyan leleményes volt, olyan éleslátású, ami egy ember egyszerűen képtelen lenne erre, ismervén az előéletét, hogy azért ő nem a mély alsó rétegekből származott, mondjuk ilyen leszakadó társadalmi rétegekből. Szerintem ezek az ismeretei, ez a megalapozottságot a Nyugat-Európa, illetve az USA városainak a tanulmányozása is jelentette, és fölfigyelt arra is, hogyha munkáslakás kérdést nem oldják meg, akkor társadalmi feszültségek robbanásához vezetett ez, és hogyha van saját tulajdon a munkásnak, van mit félteni, akkor már jobban meggondolja, hogy milyen politikai csoportosulásokhoz
csapódik, illetve milyen politikai megnyilvánulásai lehetnek. Tehát mindenféleképpen talált támogatókat is, megvizsgálta a szombathelyi viszonyokat is, és ez alapján jutott ezekre a törekvésekre, hogy ezeket a kérdéseket meg kell oldani, ami nem volt egyszerű, hiszen nagyon sokan Szombathelyen abba fektettek be, hogy kiadják az ingatlanaikat, és sokan támadták Kihen Gyulát amiatt, hogyha most a munkás-lakás kérdés megoldja Szombathelyen, ez akkor számos szombathelyi polgárt egzisztenciálisan kedvezőtlenül érint, hogyha persze, nem lesznek albérlői. De ezért tegyük hozzá, hogy Szombathelyen 309,3%-kal nőtt a lakosság száma a dualizmus korában, tehát a Újpest után a második legnagyobb volt a történelmi Magyarországon, és hát a város lakásállománya viszont ilyen ütemben nem nőtt, tehát nagyon nagy feszültségek voltak, nagyon rossz voltak a lakáskörülmények Szombathelyen, tehát az, úgy mondanánk, a korabeli szociológiai írások, tehát a korabeli szociológiai írások is kitértek arra, hogy Szombathely az egyik legrosszabb lakásviszonyokkal rendelkező város volt, még Kihen Gyula polgármestersége előtt. És hát etéren azért jelentős előrelépés történt, és hát végül is azzal a városrész, amit létrehozott, ezt ugye azért kevésebben tudják, hogy a Vasúton túli családi házas rész az előbb épült ki, mint a Hunyadi út, vagy a Ronci út, tehát sokkal régebbi területről van szó, itt az 1920-as években eljutott a vízvezeték csatorna, tehát megvalósították a közvilágítást is, és a vasúti járműjavítóval a MÁV kertészet oldalán létrehozott családiházas övezet, onnét kezdett összenőni az Anati út többi részével, és például a Sas utcát, Szövő utcát az Anati út felől számozzák, a többi utcát pedig a Léhen telep magja felől, tehát mind a Kassa utcát, Nyitra utcát, Pozsony utcát, tehát onnét az Alkotás utca felől. Na, ez egy érdekes információ, ezt nem is tudtam, számozni. Pedig mi már arról beszélgettünk, hogy mi azért jól ismerjük azt a területet. Azt mindenképpen érdemes lenne még visszatérni, és aztán majd a szoborról is szeretnék sok történetet hallani, hogy az egész közlekedés szempontjából. Gondolok itt különböző csomópontok megközelíthetőségére, a közvilágításra, amiről mi már korábban szerintem beszélgettünk a történettudományi szempontból. Szóval, hogy ez mind nagyon-nagyon érdekes, de vajon az is biztosította, vagy az is állandó növekedésre sergentette a városlakókat, hogy ez egy biztonságos várossá vált? Mert azért nem mindegy, hogy milyen a közbiztonság, milyen az utak állapota. Egyszerűen nem is értem, hogy lehetett ilyen hihetetlen léptékű az itt élő lakosságnak a növekedése. Ez mind okozta, vagy van ennek más oka is? Hát azért ne felejtsük el, hogy az osztrák-magyar monarchia nyújtotta keretekben, amikor nem volt vámhatár Ausztria és Magyarország között, Szombathelynek centrális elhelyezkedése volt. Tehát a monarchia közepén feküdt, tehát a Bécset az Adriával, Pozsonyt az Adriával, Grácot Budapesttel, Grácot Pozsonnyal összekötő vasútvonalak itt mentek át, Karlovivári, Karlsbad, Prága, Brünn felül is a gyors vonat Szombathelyen átment az Adria felé, és a centrális központi elhelyezkedését még erős mutatja az is, hogy amikor kitört az első világháború, akkor a Görcből, az olasz határ mellől a repülőszázadot a védettebb Szombathelyre helyezték át, ahol nagyon jó adottságok voltak a repüléshez, és itt Szombathelyen nagyon fogékonyak voltak ebben az időszakban az újra, és 1900-as évek elejétől próbálták már a repülésnek, tehát Kihen Gyula polgármestersége idején is a feltételeket megteremteni repülőbemutatókkal, és végül is majd az első világháború kitörése után elkezdik itt a repülőteret is kiépíteni. Tehát itt a centrális elhelyezkedésére akartam utalni, és hát gyorsan fejlődött a város, a vasút, ami kiépült, ipart, üzemeket hozott ide, és ez pedig lakosság növekedéssel járt együtt, és városi polgárság igényeiben megjelent, hogy a kor modern infrastruktúráját is képítsék a városnak. Tehát mondhatnék egy példát, hogy amikor megindult a vasút, akkor megindult Szombathely tömegközlekedése, és a mai autóbuszok elődjei, a
lófogató omnibuszok voltak, ugye Arany János is megírta, hogy többnyire gyalog bizony, legfőlebb a omnibuszon, és mivel a vasútállomás másfél kilométer esett a városközponttól, meg kellett oldani a kettő közötti közlekedést, és megindult az omnibusz közlekedés 1865. szeptember 21-én, de még az utak nem voltak kellően burkolva, és csapadékos időben előfordult az, hogy a szombathelyi főtéren az omnibusz beleragadt a sárba, és az utasoknak le kellett szállniuk, és ki kellett szabadítani, ki kellett tolniuk az omnibuszt a sárból, és úgy tudtak a vasútállomáshoz kijutni. Tehát nagyon sokan hivatkoztak például erre az esetre is, hogy bezzeg mekkora változás történt, amikor az éheni koncepcióban megjelent az útborkolás, járdaépítés, és ezt egy koncepcióban dolgozta ki Éhen Gyula, tehát megjelent, ami számunkra talán meglepő, már az ő koncepciójában a belváros termentesítése, zajmentesítése is, tehát ő abból indult ki, hogy el kell különíteni a személyforgalmat és a terforgalmat, a gyárak, üzemek, piacok ellátását, ne a belvároson át valósítsák meg, illetve a megtermelt javakat, vagy a feladandó árukat, ne a belvároson át vigyék ki a terpályaudvarhoz, hanem meghatározta azokat az utcákat, tehát a Semmelweis utca, a mai Petőfi Sándor utca, Tököli utca, amelyel kellett a terhes kocsiknak járniuk, és hát meghatározta azt, hogy melyik utcákban milyen burkolat legyen, a nagyobb terhelésű utcákban nagy kockakő, ilyen volt például a Szent Márton utca, az Anati utca, ahová a Szombathelyről kivezető forgalom zajlott, ami már ekkor is jelentős volt. A városi közlekedés Éhen Gyula korabeli modernizációja szempontjából még egy szegmens meg kell említeni, a Anati úti vasúti aluljárót, illetve ehhez kapcsolódóan még a Vasút utca végén található gyalogos felüljárót, amely a vasúton mindkettő műtárgya a vasúton túli városrész könnyebb megközelíthetőségét segítette. Az aluljárónak a jelentőségét, amit 1899-ben adtak át, azért is hangsúlyoznám, hogy a korabeli magyar vidéki városokban nem volt jellemző az, hogy a közbiztonságot aluljárókkal még fokozták volna, és ilyen hatalmas beruházásra került volna sor. A történelmi Magyarország városi közlekedési beruházásait ismerve Győrben készült még a vasút két oldala között egy felüljáró, a Baros-híd, és Szombat esetében pedig ez az Anati úti vasúti aluljáró, amit azóta is használ a város, de hát fölötte természetesen a hídszerkezetet már megújították. Szombathelynek a harmadik legnagyobb terforgalma volt a szombathelyi pályaudvarnak a Kárpát-medencébe, Budapest és Pozsony után, és a személyforgalma is, tehát jelentős forgalom indult a terpályaudvar felé, és ennek a terbírására megfelelő utakat építetett, tehát nem lesz sár az utcán, nem lesz por, tehát a közegészségügyi viszonyok is javulnak ezáltal. Tehát egyrészt a koncepciójában megjelent az infrastruktúra képítés, és utána megjelenik majd a szabályozás is, tehát bérkocsi közlekedés, omnibusz közlekedés, számos más területet szabályoztak, de hogy a jó új aszfaltjárdák ne menjenek tönkre, ezért szabályozták a fogatott járművek, tehát a lovas szekerek keréktalp szélességét is, mert ha egy vékony kerék van, akkor az egy nyomvájút vág az aszfaltba, és hát minél nagyobb vagy minél szélesebb részre jut a súly, a terhelés, ugye annál kisebb. Igen, ezt belebonyolódtam. Tehát az volt a célja, hogy minél nagyobb felületen terhelje az aszfaltot a szekér, és akkor nem nyomódik úgy bele, és hát erre is odafigyeltek. És még a sebességre is, mert ha jól tudom, voltak olyan újságcikkek, hogy az omnibuszok rohangáltak. Igen, tehát erre is oda kellett figyelni, hogy őrületes hajtást hajtottak végre, tehát azért más értettek akkor a nagy sebességen, meg mást a mi manapság, korunkban. A szombathelyi közlekedés fejlesztési koncepciójában az is megjelent Éhen Gyulának, hogy a városi tömegközlekedést a város bonyolítsa le, tehát ne egy profitorientált cég végezze, mint például a villamosvasút. Voltak tervei, hogy erre egy városi céget hoznak létre. Németországból két árajánlatot is autó, társas autók, illetve omnibuszok beszerzésére, aztán végül is az ötlettől elállt. Megbarátkozott azzal, hogy maradjon a villamos, ami nem városi üzemű volt, nem városi kezdeményezés, ugye a Batthyány Lajosnak a
az első tragikus sorsú felelős magyar miniszterelnökünk unokájáról van szó, a vikervári birtokán hozta létre a vízi erőművet, és annak a minél több oldalú felhasználása révén jutottak el odáig, hogy Szombathelyen, mivel igény volt a tömegközlekedés lebonyolítására, amikor a villamos megindult, már 5 vonalon jártak omnibuszok, és feltehetően nyereségesek lettek ezek a vállalkozások, mert akkor nem lett volna törekvés villamos vasút létesítésére, és akkor végül is megépült 1897-ben Éhen Gyula polgármestersége idején elkészült a villamos vasút, és amikor ő polgármester volt, már gondolkozott azon is, hogy a villamos vasutat hogyan lehetne bővíteni. Volt egy olyan elképzelés, hogy a vasútállomástól a mai Semmelweis utca, Petőfi Sándor utca, Magyar utca, Dózsa György út, Körmendi úton át a délnyugat irányba kifelé lett volna egy villamos vonal, amely a Pinkavölgyi tervezett Pinkavölgyi vasútnak a megállójáig járt volna, de hát aztán végül se a Pinkavölgyi vasút, se a villamos vasútnak ez a pályabővítésre nem készült el. Az egyébként egy állandó fájópont, és most nem kérdezném meg, akkor nem volnék igazi szombathelyi, hogy ezzel a villamossal, ezzel miért jártunk milyen balul, mert hogyha belegondolunk, akkor nem is akarom Debrecent meg Miskolcot példaként hozni, de hát jó néhány olyan terület van, hogy akár külföldről tudunk üdítő példákat, és most nem olyan nagyvárosra gondolok, mint Lisszabon kisvárosokra, ahol igen jól ki lehet használni a villamost. Egy kicsit látom, hogy elszomorodott a kérdés hallatán, mert ugye, és mindenféle ilyen politikai felhangok nélkül kérdezem, hiszen nagyon sokan szerették volna a villamost újraindítani, de hát ez úgy néz ki, hogy ez egy ilyen lehetetlen vállalkozás, és már csak azt az egyetlen kocsit nézhetjük meg a múzeum kertjében. Sikerült egy járművet a Szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum számára is megmenteni, és hát az legalább villamosnak készült, amit Szombathelyen van, az eredetileg benzinmotoros autóbusznak készült. Tényleg? Budapesten a felső vezeték karbantartási munkálatok idején közlekedtették, és 1927-ben gyártották eredetileg, ami Szentendrén van, az pedig 1890-es gyártású. Ennek a párja van Olladban az egyik udvaron, amikor az egykori forradalmi múzeum udvarán álló villamost eladta a Vas megyei múzeumok igazgatósága egy vállalkozónak, mikor az épületet az egyház. Ami az Ölbei ház gyakorlatilag, ott a Szili szobor mögött, igen. És hát végül is a vállalkozónak pedig nem futotta rá, hogy ezt helyrehozza. De én azt javasolnám, hogy most ebbe a témába nem menjünk bele, mert ez egy másik és hosszabb téma lenne a villamosnak az ügye. Majd hát a villamosnak a történetet akkor olvassuk el, így van a könyvekből. Jó, akkor folytassuk viszont azzal a szobor történettel, amiben szerintem nagyon sok személyes vonatkozású emlékkel is rendelkezik, hiszen több kérdés felvetődött. Én egy kicsit nehezményezem, hogy talán olyan helyen van Éhen Gyula szobra, ahol egy picit kevesebben ismerhetik, kevesebben láthatják, ugyanakkor tökéletes a hely, hiszen az Éhen Gyuláról elnevezett területről beszélünk, de hogyha jól tudom, akkor az eredeti szobor Rumi Rajki szobor volt, és ami most látható, pedig már Veres Kápor alkotása. Egy picit többet megtudhatnánk-e a szobor ügyéről? Hát Éhen Gyula 1895 és 1902 között volt Szombathely polgármestere. Vasútállomás előtti teret, az Éhen Gyula teret is róla nevezték el. Halála után ezen a téren állítottak neki először szobrot, és ránézett a vasútállomás épületére. Ez 1935-ben volt, ha kellően jól emlékszem. A szocialista korban viszont a szemlélet megváltozott, és a Szombathely polgári kori talán legnevesebb polgármestere a munkásmozgalom és egyéb jelszavaknak kevésbé felelt meg, és úgy gondolták, hogy a belvárosi területekről el kellene tüntetni, és mivel ő a vasutas városrészt hozta létre, ott volt egy park, ahová áthelyezték 1964-ben a szobrát, ezt onnét tudom, hogy 1963-ban költöztek be édesanyámék, a szüleim ott épített családi házunkba, és édesanyám előtte a Széll Kálmán utcában lakott, a 38-as számú házban a Vasnépe irodaháza melletti épületről van szó, és a 36-os házban pedig egy kőfaragó élt és dolgozott, és amikor az Éhen Gyula térről bevitték a
szobrot a Szélkámán utcába restaurálni, akkor utána, miután édesanyám még Alkotás utcába költöztek, akkor utána a szobor követte őt, és hát ott Szélkámán utca végén, hiszen ez közel volt a szobor, tehát onnét is lát, utána pedig, amikor a vasút másik oldalára költöztek, akkor ott megjelent a szobor, és hát a város nagyon sokáig nem foglalkozott vele, és a környék lakói, tehát a léhentelepi lakók gondozták, virágosították a szobrot. Ezt a rendszerváltás után fölvetődött, ahogy a Szent Háromság szobrot a nagy templom elől vigyék vissza a főtérre, hogy a Léhen Gyula szobrot vigyék vissza a vasútállomás előtti térre, és hát én voltam az, aki kezdeményeztem egy aláírásgyűjtést, hogy ne vigyék el a szobrot onnét, hiszen a szocialista korban végig az ottaniak gondozták, az ott lévő iskola diákjai adtak műsort a megemlékezésekkor, ők vállalták fel Éhen Gyulának a emlékének az ápolását, helytörténeti vetélkedőkbe, és így tovább. Aztán hát a városrész ragaszkodott hozzá, aztán végül is ott maradt. Aztán a születésének a 150. évfordulója előtt, tehát ez még 2003 előtt, 1853-ban született Éhen Gyula, fölvetettem Szabó Gábor, akkori polgármesterünknek, hogy nagyon sok repedés van a Rumi Rajk István által készített márványszobron, és restaurálni kellene, és ő is nagy tisztelője Éhen Gyulának, és Veres Gáborral készített egy új szobrot, és 2002. októberében került sor az új szobornak a leleplezésére, szintén az Éhen Gyula városrészen, az Alkotás utcai parkban, és azóta ott áll a szobor. A rendszerváltás óta, 1989-től november 20-a körül mindig van koszorúzás a parkban, a polgármester vagy akadályoztatás esetén valamelyik alpolgármester mond beszédet, a egy kivételével mindig megjelent a körzet képviselő is az ünnepségeken, rendszerint a Nyitra utca iskolának a diákai adnak műsort, és ápolják a hagyományokat. A 150. évfordulóra, meg a 160. évfordulóra is készítettek helytörténeti vetélkedőt a város általános iskolái számára. Gondoljuk most végig Éhen Gyula esetében mindazt a városfejlesztési koncepciót, ami az ő nevéhez kötődik. Igen, tudom, hogy rendelkezésre állnak a szakirodalmak, illetve az általa készített Modern Város című kötet, de mi az, amiben látható az ő nagyívű gondolkozása? Tehát az, hogy úgy próbálta a polgármesterségét megvalósítani, hogy készített egy nagyon komoly elméleti munkát ez, és ezt a programot próbálta megvalósítani, és ez a korabeli város életének szinte valamennyi területét felölelte, tehát a szegényügy, említettük a munkáslakás kérdést, közegészségügyet, az infrastruktúra fejlesztését, és ennek a megvalósításán dolgozott, és amit én nagyon fontosnak tartanék, hogy Szombathely óriási mértékben modernizálódott ebben az időszakban, ténylegesen modern várossá vált, ahová számos magyarországi városból jöttek tanulmányútra, hogy tanulmányozzák, hogy Szombathelyen hogy oldották meg azt, hogy valamennyi utcát portalanították, járdákat építettek, útburkolatokat építettek, vízvezetéket, csatornát, gázvezetéket, villanyvezetéket, telefonvezetéket és így tovább. És ami a városi lakosságnak pedig egy nagyon nagy pozitívum volt, hogy a szombathelyi polgárok életminősége óriási mértékben emelkedett ebben az időszakban. Én ebben látom igazából a jelentőségét. Javult a polgárok életminősége, tehát hogy burkolt utak, közvilágítás, omnibuszra szállhattak, villamosra szállhattak, tehát gyermekkórházat kezdtek el építeni, és így tovább. Beleg úrtól is megkérdeztem, hogy vajon milyen könyveket ajánl esetleg arra vonatkozóan, hogy jobban tájékozódjunk Éhen Gyuláról. Azt gondolom, hogy azt hiszem említette a modern város, de általában szoktunk félni azoktól a szövegektől, amelyek talán egy kicsit korábban születtek. Vannak esetleg olyan kötetek, hiszen ha jól tudom, akkor történészként ön is aktív résztvevője volt ennek a legutóbbi nagyszabású konferenciának, amelyeket szívesen ajánlana mindazok figyelmébe, akik jobban megismernék az ő polgármesteri tevékenységét. Az első igazi nagy konferencia és a munkásságával való foglalkozás az a születésének a 150. évfordulójához kapcsolódott. 2003-ban volt egy nagyszabású konferencia a Berzsenyi könyvtárban, és egy Éhen Gyula hét, amely a Nyitra utcai általános iskolának a közreműködésével is történt. Tehát
az a városrész, amelyiken ez az iskola található, az felkarolta Ihen Gyula emlékének az őrzését, és rendszeresen az anyagiaktól függően Ihen Gyula hetet, Ihen Gyula napot tartottak a környék lakóinak, amikor mindig koszorúzásra, megemlékezésre került sor, műsorokat adtak, és úgy emlékszem, hogy egyik alkalommal az egyik Ihen Gyula hét rendezvényén te is konferáltál az iskola udvarán, tehát amikor éppen táncbemutatóra is sor került. Igen. Tehát a 2003-ban tartott Ihen Gyula heti rendezvény, ez kapcsolódott egy tudományos konferencia, amin itt volt Gyáni Gábor, akadémikus történész is, aki szintén előadást tartott Ihen Gyuláról, a reformer polgáról, és a Melega Miklós úr az infrastruktúra fejlesztéséről, én itt a lakásviszonyok fejlesztéséről, a korabeli Szombathelyen Katona Attila kollégám a Ihen Gyula kori oktatásügyről, és még számos területet öleltek fel az előadások, és az előadásokból készült tanulmányokból pedig Köbölkuti Katalin szerkesztésében megjelent egy tanulmánykötet, ami én úgy gondolom, hogy a témához egy alapmű, az Ihen Gyula korabeli időszak megismerésében, illetve Ihen Gyula munkásságának megismerésében számos feldolgozást, tanulmányt találhatunk ebben a kötetben, és nem csak tanulmányokat, hanem forrásként több írását is közöl ez a tanulmánykötet, amelyek a Városok lapjában, tehát számos helyen megjelentek, urbanisztikai szempontból fontos írások, de abban az időszakban még nehezen hozzáférhetők voltak. Hát a Városok lapjában már van olyan online portál, ahol hozzáférhető, rákereshető, meg lehet nézni, 2003-ban még ilyen nem volt. Tehát ezt a munkát mindenféleképpen javasolnám, és hát számos személynek vannak publikációja a témával kapcsolatosan, például Balaton Gábor, aki szintén a Szabály Egyetemi Központ munkatársa, tehát ő például zobor kérdéssel, a szobor történetével is foglalkozott, külön publikált róla. Miközben hallgattam, és hát ez már csak egy záró kérdés, és meglepő kérdéssel is felvetődött most a fejemben, hogy tulajdonképpen, ha jól meggondolom, akkor az ott található iskolát, a Nyitra utca iskolát akár Ihen Gyuláról is elnevezhetnénk, hiszen, hogyha jól tudom, akkor ezt is nagyon fontosnak tartotta, hogy a környéken élőknek minden rendelkezésük rájön, akár egy iskola is, bár most ebben hosszan nem fogunk tudni részletes beszélgetésbe bocsátkozni, de mit gondolna erről, milyen szép volna egy ilyen névadó ünnepség? Rendszerváltás után az egyik alkalom engem kértek fel, hogy a Ihen Gyula szobrán a koszorúzásakor tartsak egy beszédet, és a beszéd után többnyire mindig az iskola adott helyszínt egy fogadásra, és a rendszerváltás előtt Antal Jánosról, egy nem is Vas megyei, nem is szombathelyi kommunista újságíróról nevezték el az iskolát, mert a korabeli Nyitra utca, szocialista korban Antal János nevét kapta, és akkor az iskola is gondolkodott azon, hogy milyen nevet kellene fölvenni, és hát fölvetődött Ihen Gyulának is a neve, de az egyik kolléganőn, meg hát én is említettem, hogy akár Kárpáti Kelemen is szóba jöhetne, hiszen ő is a konzorciumnak részese volt, és sokat tett azért, hogy az a városrész megvalósuljon, és hát Kárpáti Kelement azt elvetett az iskola azért, az akkori vezetője, hogy a Kárpáti Kelemen utca város másik felén van. Ihen Gyulával kapcsolatosan meg azért volt fenntartás, hogyha most iskolák közötti valami sportverseny van, és azt kiabálják, hogy gyerekek, hogy hajrá Ihen, vagy nehogy valami szójáték legyen, hogy hajjál Ihen, és tehát valami alapja volt ennek a aggodalomnak, kézenfekvő lett volna, hogy Ihen Gyuláról nevezzék el az iskolát, aztán végül is maradtak a Nyitra utcai elnevezésnél, és hát azóta nem vett fel az iskola, nem vette fel senkinek sem a nevét, és hát most már pedig a két anyanyelv oktatásával, illetve a robotika terén elért eredményei révén pedig bizony, hát egy más, ismert. Így van, meg egy másfajta portfólió, bizony. De azért mindenképpen nagyon szép dolog, hiszen ha nem szeretem ezt az út, hogy kultusz, mert ugye mindig valami mellékzönge van azért köré vonva, de gyakorlatilag, hogyha ennek az iskolának egy ilyen fajta presztízst ad az is, hogy Ihen Gyulának az örökségét gondozza, és tovább örökíti a fiatal generációk számára, azért az egy óriási nagy dolog.
Úgyhogy ennek csak örülhetünk. Én köszönöm szépen. Én azt szerettem volna még hozzáfűzni, hogy most két beszélgetést szántunk Éhen Gyula polgármesterségének, városépítészetének, koncepciójának a feldolgozására, de szerintem még rengeteget tudnánk beszélgetni, úgyhogy remélem, hogy lesz még folytatás. Én Kalocsai Péter várostörténésznek, intézetigazgatónak köszönöm szépen, hogy eljött ide hozzánk, és azt kívánom mindazoknak, akik figyelemmel kísértek ezt a beszélgetést, hogy kövessenek minket továbbra is a portrésorozatok beszélgetéseivel. Köszönjük a figyelmet!